Na hát, csókolom, szárbusztok, sziasztok, és itt vagyunk azzal a buzogánnyal a kezünkben. Igen, mert itt délután egy csöppet kis nyugodt néma játék alatt ezt bizony mi megoldottuk és összeszedtük, fejlesztettünk, és nagyon szomjasak vagyunk, de itt ezt most mi megjavítjuk, mert visszamegyünk. Ugye lett egy gyönyörű, ott egy gyönyörű sütőnk. Találtunk téglaépületet is, csinálhatunk már mint hogy gombatéglát. Így, ni, ami fő, de menjünk, ígyunk valamit, mert nagyon szomjasak vagyunk, és közben mennyi az idő? 8 óra 42. Azon gondolkodok, hogy kell-e valami, mindegy, menjünk. Kerüljük el a hangyákat. Sehol nincs itt egy vízcsepp, túl későn vagyunk mi. Maximum pók fog mindjárt oldalról nekünk rontani. Próbáltam elkerülni a... fészket. Hangya fészket, mert ugye azt szokott... Honnan szoktak ránk rontani. Az ott piheg és szuszog. Ujjjjjjj, de sok pók van ott. Viszont mindjárt szomjad halunk. Szépen elkerültük a pókicákat. Ott egy vízcsepp. De ott valami nagy mocorok. Egy nagy pók, azt talán nem kéne. Hát talán elment, kockáztassuk meg. Kockáztassuk meg, hogy ezt is megütjük. Úgy, és már futunk is el. Ennünk is kellene valamit, úgyhogy reméljük, ha találkozunk én gombákkal, az jó lesz majd. De ezeknél nincs mit. Ezt már lekajáltuk. De megkeressük a feljárót a fenti részhez, ugye? Hiszen a felső kerthez kell közelednünk. Aztán az izgalmas dolgok most már ott várnak ránk. Legalábbis az új felfedezendő dolgok. Ott van még egy vízcsepp, és ott van még egy... Egyik se esett le. Vagy fönn akar. Jó. Kajaügyileg jók vagyunk. Itt most volt egy saving is.
kell ezt... Elkaphatnánk, ha el akarnánk kapni. Nagyon érsek vagyunk. Ezt a kis békés kis állatot. Itt jól. Jó meg lehet őt csapdosni, úgyhogy. Worse than my mom's Brussels sprouts. I spy. Úgyhogy. Be fog szorulni, és nem fog. Nagyon tudja ellenállni. Győző pokár részeit igazán be lehet újra szerezni. Tudom, hogy nem szép dolog ez így, de... Az élet az kemény, gyerekek. Az nem lehet azzal így vicceskedni. Na, mondjuk el kéne tudnunk találni, persze. Volna. Nem kellett volna kierőszakolni, ugye? Hogy regenerálta magát, miközben össze gubancolódott. Na, ezek azok, amik annyira nem tartom tisztességesnek a játékban. Ettől válik ez sokkal, de sokkal nehezebbé. 2 perc alatt helyrehozta magát. Szegény Rolli-Polli. Most csak az a kérdés, hogy marad-e elég. És visszaszedte az energiáját. Hát jól van. A könnyűnek itt ellenfél, ugye? Hogy simán szerzett tőle valamit. Hát egy itt erről.
Elmegyünk akkor visszagombászni. Brussels sprouts. Azért is beszerezzük. Azért nem szokott akkor olyan nagy gondok lenni. Na nézzék, itt el leszünk. Nézz a nagy rózsaszín szemeivel. Nem kísértjük a sorsot. Maradunk az egyszerű hagyományos megoldásoknál. Rettenetesen sok energiája van ezeknek már. És abban a trutyiból kettőt adott, ami nekünk kell. Egyébként, majd az a trutyi, az kell a következő fegyverhez, amit fejlesztenünk kell. Vagy legalábbis jelenleg megvan hozzá minden hozzávalónk. És menet közben elvesztettünk egy nyílvesszőt. Építettünk átjárót, feljárót, majdnem. Mert hogy ezt itt kiszúrtuk, hogy itt föl lehet jönni. Na és már kezd délután lenni.
taking a look. Az micsoda az a bogár? Szóval többször látom föltűni. De azt nyomon követni. Ezen a környéken ezt a villogó, csillogó valamit, igen. Na várja, azt mondja, nézd csak, és itt van ez az új. Aha, ez valamire jó, csak még nem tudjuk mire. A szálkákat szépen. Arra, ott viszont vannak gombák, azok arra jók lesznek, hogy megedjük. Better than starving, I think. Az ott egy pók, oda ne menjünk. Ha lehet, ezt kerüljük el. De nagyon. No water filtration tablets needed. Gyűjtöttünk annyit, hogy egy mentést azt most megérje.
Okay. Kemény ez a... akármicsoda. Nagyon kemények vagyunk. Lenyomtunk egy pókot. Lenyomtunk férgeket. És benyomjuk, hogy gyógyuljunk. Szerintem erre akartunk menni, nem? Annak idején. Azt nézd. És ezt itt most kinyitjuk. Nincs itt a pop, úgyhogy meg a milk ide, meg a milk oda. Na. Persze lehet, hogy pont ezt a pokot csaptuk le. Köszönjük szépen. Ezt üdvözöljük.
valamire, akkor a sóra szükségünk van. Kezd beesteredni, és illetve vissza kéne mennünk olyan helyre, ahol szundikálhatunk. Those mites are no match for the might of small Pete. Hogy te ugrált? Those mites are no match for the might of small Pete. Vagy nem jó, túl sötét lett. Ebben a sötétben nem látom, hol van. Na, menjünk visszaaludni. Az nem itt volt, hanem itt egy arrébb. Akkor ahol le lehetett menni. De volt egy állomás, és mi ott. Nem erre. Itt jöttünk föl. Utálom, hogy beakadok a fákba.
Ezt most megadnalizáljuk azért. Ezzel szerintem lépünk is. Na és ezért 13-as szín. Black Ox Hammer, Black Ox Helm. Ez az orszarvú bogár. Akiről mindent tudunk, csak semmit. Érted, minek? Minek? Olyan egyes egy nyilat már minek? Ezzel az a baj, hogy ez csak a földi szálláson van. Filtration tablets needed. Leszürcsöltük menet közben, jól van. Hát azt mondom, hogy én még megyek egy picit vadászni, csak jó lenne előbb kaját találni. Ott egy gomba. Azt ott békében hagyjuk, ezt nem piszkáljuk meg. Choke it down, Pete. Sajnos eléggé sérült az öltözékünk.
Na várjál, mert ez egy másik fajta katica. Csak kíváncsi vagyok, aha, ez az. Basszus! Ez fel tud ide jönni. Pedig ezzel nem kötözködnék. Kérdés az az, hogy vajon... Aha, ide nem tud. Próbál, de nem tud. Csak türelmesen. Azt el fogjuk így föntről intézni. Ez egy másik fajta katica. Túl gyorsan lövünk. Várjuk meg, míg visszamegy. Úgy és most. Nem kell úgy kapkodni. Szegényként próbálkozik. Meg minden másodikat elővöm mellette. Most kicsit arrébb megy. Nem tudsz ide följönni, fogadd el. De nem tudsz akkorát ugorni. Egyébként nem szép, hogy milyen nagyokat tudnak azok a bogarak, a mászó bogarak ugorni. A lárvák is úgy battognak, hogy csak na. Fogadd el, hogy egyszerűbb lenne, ha megálldál ott él. Azért most már ne pazaroljuk el a többit.
17 nyilunk van. Egyébként is ő futott nekünk. Ez egy agresszív katica. Na melyik egyet kell oda hátába? Ez bizony nincsen analizálva, a többi az egy sima, egyszerű katica. Ott agresszív kodi. Csak óvatosan. Le fog ide jönni? Vajon? Lesz annyira agresszív lesz hát. Nem úgy van. Én meg. Persze. Jött a falun. Szerzünk tőle még egy olyan fejet. Sose lehet tudni, hogy ezt mire kell. Ha ezt itt most be tudjuk szerezni, az jó. Csak ne pazaroljuk el a lévéseket. Maradjunk türelmesek. Szegényként fejelgeti le a sziklát. Gyere. Úgy. Igazán veszíthetne energiát akkor is, amikor lefejeli a sziklát, nem? Ezt a szemek közé kapta. Add
Na, ezek valami pápok. Vannak pápozódva. Leszedjük az összeset. Valahol odalent is találtunk, emlékszem. Ott a járatban. Azt mondja, hogy ehhez ilyen kell. Nem tudjuk, mi ez a puppa, de ezzel beszerezhetjük. Hát gondolom, ilyen lárva usi akar lenni, lárva darabka. Ez is több dologhoz kell. Azt láttuk már ilyen receptekből. Egy maradt. Nem, mit van. Szeretem, amikor átosik a textúrába, azt eltűnik, mint ahogy átjöttek a... katicák is az előbb. Még itt van kettő. Két plusz dolgunk is van, kérem szépen. Egy Puppa Hide, meg egy Lady Bird Shell. Időben meg a délután felé kezdünk kanyarodni. És erre azt mondom, hogy gyűjtöttünk annyit, hogy ezt biztos elmentjük, nehogy... nehogy szíves legyen. Na, szóval, hogy lassan megéheztünk. Kellene valamit kajolni. Nincs nálunk valamit hoztunk volna. Na,
csoki van, de az nem olyan. I wish you were a ladybug instead. Túl sok pók van itt nekem. Keressük meg azt a kijáratot. És gyűjtsünk már néhány ilyen. Az a baj. Jaj, már megint nagyon sötétedik. Ott jön.
kicsit feléket célozni egyébként mindig. Nem mondom kicsit. Eltalált. Meg vagy. De jó, hogy ketten vagytok. De jó, hogy ketten vannak. Kifejezetten élvezett velük itt a harc, mondhatom. Nem. Ezeket helyes szúrósra, tehát ezeket tényleg annyilakkal jól leszedni. Csak ne találjon el. Ez már itt van, közbe. Te dobász.
right up ahead. The goblin of the backyard. You know what they say? A foolish consistency is the hobgoblin of little mites. Tök durva, hogy bármennyire is próbálsz táncolni, akkor is eltalál azzal a nyomorék. Felhőjével. Szóval, hogy ez a célzás, meg a hit, tehát a találatérzékelés, az nekem egy pit. Durít. Olyan igazságtalan. Az én részemről nagyon pontos, az ő részükről meg hát nem is tudom. Minden esetre a páncélzatunk már nem olyan jó. De sokan vagytok. Disturb the mites and they'll bite. Na jó, szerintem erre én nem nagyon látok értelmes dolgot, hogy itt érdemes legyen bejönni. Annyit meg talán ezekből már szervágyoltunk. Hogy legyen értelme visszamenni, mert a páncélunk már nagyon lerongyolódott. Cha-cha! It's burning!
is he clean? Igen, sötét van, ilyenkor nem kéne nagyon mászkálnunk. De ilyenkor kell úgy visszamenni. Ugye ez a sötét az mindig arra jó, hogy végül is menjünk haza. Mert pár sötét van. Szóval totálisan tele vagyunk. Nem akarok szúnyogokkal. És próbáljuk meg valahogy hazalógni. Arra már látjuk, igen, ez a... Az a nagy kihalt mező, ahol a puloskák mászkálnak, ott a hangyafészek.
Jó, az egy hangyusz. Most azt kell kerülni, hogy itt a erre felé mászkáló éjszakai pók a farkas pókkal összefussunk, mert ahhoz aztán tényleg semmi kedvünk. Kicsit tájoljuk be. Ó, itt van velünk szembe, csak nem látunk a sötétbe. Itt is vagyunk. Hazajöttünk. Drágám. I'm home. Két analizálni való dolog is van. Lady Birdshield. Hoppá, az egy... Az egy komolyabb dolog lesz. Az egy új pajzs. Csak nem egy hármas szintű pajzsot kapunk. Nézzük. Ezt ide. Ilyen fejből már így is több van, mint kellene. Egy kis póktest. Rég nem látott. Katica, cica, cica, katica. És roli-poli pázst. Trutyi az nem itt van, nem? De itt tároltuk a trutyit is. Belőlük jövő trutyit. Szinte mindenhez kell.
Elméletileg legyárthatjuk ezt a búzogányt innentől kezdve. Ez hármas szintű dolgok szétveréséhez kell. Tudja, hogy szükség lesz rá. A puppáknál meg azt mondja, hogy ez mindegyik puppa ledől. Jó. Lintro. Oké. Meg puppa ledő. Azt most már legalább tudjuk, hogy honnan szerzünk. Ezt a lintropot még nem tudjuk viszont. Az még kérdés. Azt nézem. Simán lehet, hogy a Rollipol is ezért szívesen megcsinálnánk páncézatot. Az majdnem teljes defense. Ez igazán csak be kéne gyűjtenünk puppákat szépen. Igen, ahogy elnézem. Az mind-mind. Ezeknek a báboknak. Ez kell lintrop. Azt meg még nem tudjuk, hogy hol van. De nem baj.
Na. Ha nem, 12-kor majd mi. Majd szépen visszamegyünk. Na hát akkor ide jutottunk, egy kicsikét megint fedeztünk fel mindenféle új dolgokat, újdonságot. A cél talán egy olyan jó kis rollipolis páncél összeállítása. És utána most már egy kicsit a történettel is foglalkozni kellene megkeresni azt a valamit, amit nem tudjuk, hogy hol van. Vendelnek a bigyóját, azt a Scabby S-C-A-B-t. S-C-A-B, így. Valami Cser közelébe. Az hol lehet? Egyébként egy kedvenc széke közelében. Úgy főső rendezésre itt kavargunk. Ez egy bringa. Semmi nem néz ki úgy, mint hogyha szék lenne. Az a baj. Már világosodik is. Na jól van. Akkor tényleg mentünk egyet. Na legyen jó mindenki, úgyhogy páncél összerakás és sztori folytatás. Ez a cél. Addig is fel a YouTube-ra, hamarosan felkerül ez az epizód is. De más játékokat is megtaláltok ott. És akkor lehet menni még blogot olvasni. Amit már így lenne frissíteni, nem tudom. Na legyetek jó. Sziasztok!